Az utóbbi évek egyik legnagyobb kiterjedésű szabadtéri tüze volt bő egy évvel ezelőtt, amikor közel 20 kilométeres szakaszon Jászboldogháza és Puszta Monostor között a vasúti töltés mentén pusztított a tűz. Akkor a jászberényi hivatásos tűzoltóságnak segítséget nyújtva a lángok megfékezésében oroszlán részt vállaltak a jászárok szállási önkormányzati és önkéntes tűzoltók. Idén tavasszal is a határban fellobbanó tüzek adják a legtöbb munkát az árokszállási egységeknek. Napi egy-két riasztással vagyunk így a száraz, füves, gazos, avaros időszakban. Ugye ez ilyenkor tavasszal egy jellemző kárseményi forma. Hát a tavalyi évben mindenféleképpen jelentősen nagyobb számban dolgoztunk, ugyanis hát szárazabb volt az időjárás is, most egy kicsivel több volt a csapadék, valamint hát ugye azért a szabadban végzett tevékenység is gyakori volt az emberek részéről, mert ugye azt tudjuk nagyon jól, hogy azért az egerek nem cigiznek, tehát azért ez minden emberi tevékenységnek a folyamán következik be ezek a szabadtéri tüzek. Az önkormányzati tűzoltóság folyamatosan 4 riasztható fővel teljesíti szolgálatát, a félraj mellett pedig önkéntes tűzoltók segítik a mentési munkát. A riasztást nem csak a főállásúak kapják meg, hanem ugye mellette még 6-8 másik önkéntes, akik igyekeznek ugye bejelentkezni, hogy itthon vannak, és tudjuk őket riasztani, mozgatni. Így ugye többesebben 5-6 fővel tud az autó vonulni, illetve szükség esetén, hogyha arról van szó, akkor tudunk másik elművet is indítani. A jellemző káresemény ezekben a hetekben a szabadtéri tűz, de gyakran kell vonulniuk balesetekhez, ahol műszaki mentési feladatokat látnak el, illetve egyéb tüzekhez is a városban, valamint annak környékén. A járványhelyzetben az ügyelet megszervezése is átalakul. Most a fokozott vírus veszély miatt mi is igyekszünk csökkenteni a lakásban tartózkodásnak az időtartamát, tehát ugye otthoni készenléten vannak a kollégáink, nekünk ugye 8 percen belül kell indulni a járművel riasztástól számítva, ezért amennyiben tehetjük és nincsenek egyéb feladataink, most ugye szelkarbantartás van, illetve hát a egyébként is karbantartásokat, takarításokat végzünk ugye a laktanyában. Ugye erre csak mi vagyunk a személyzet, tehát ezt ugye más nálunk nem végzi el, úgyhogy ezeket a feladatokat szoktuk elvégezni. A karbantartási, szükséges felújítási munkákat heti rendszerességgel végzik az árokszállási tűzoltók.